Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, ebben az iskolai évben József Ratzinger, a későbbi 16. Benedek pápa életművével foglalkozunk. Már két alkalmat szántam rá, és meg kell ismerkedni az életével, de nem úgy, hogy ezen a napon mi történt, hanem milyen szellemi hatások érték, és ő erre hogyan reagált. Eljutottunk odáig, hogy vége lett a II. Világháborúnak, ő szemináriumba ment, majd pedig a szeminárium főiskoláját fölváltotta Müncheni Egyetemmel két év után. És hát az a világ külsőleg roppant szegény volt, hiszen lerombolták Németországot, de nagy élni akarás volt, írja Ratzinger az életrajzában, az egész német népben valami újat kezdeni, és különösen is az az élménye volt főként a hívő embereknek, hogy minden pusztulás ellenére az egyház megmaradt. Így érthető, hogy ebben a témakörben írtak ki pályázatokat. Leírja, hogy az egyetemen szokásban volt, hogy minden évben egy professzor kitűzhetett egy pályaművet. És hogyha az olyan sikeressé vált első lett, akkor elfogadták még doktori disszertációnak is. Ugyanis hát egy egyetemen nem magától kapnak a teológián doktori fokozatot a tanulók, hanem több szigorlatot és több írásbeli munkát is le kell tenni az asztalra. Ez így van ma is, és nálunk még most sem a bolognai rendszer van, ez a 3+2 vagy 3+3, hanem a hagyományos. Tehát ugye a szigorlatoknál a bakkalaurátusra, a licenciára is dolgozatot kell készíteni, majd pedig a doktorira. És hát az egyik tanára, jó nevű dogmatikus tanár, bizonyos Gottlieb Zöngen azt a munkát, vagy Szent Ágostonnal kapcsolatos munkát adott ki, hogy azzal foglalkozzanak. Méghozzá hát ilyen címen, hogy Szent Ágostonnál teológiájában is Isten népe és Isten háza címmel. És hát közben írta, amikor készült a papszentelésre, leírja, hogy ezt azért tudta megtenni, mert egyrészt ott volt a bátyja, aki minden készületben segített, ami a papszenteléssel jár, mitöbb a Mária nevű testvére, aki dolgozott egy irodán, az legépelte az ő disszertációját, akkor még dolgozatát. Csak úgy hagyd mondjam el, hogy nálunk is még szokásban volt ilyen a teológián, hogy egy-egy professzor kitűzött egy pályamunkát. És hát ott meg volt szabva, hogy egy 5 éves növendéknek kell készítenie, illetve a hozzátartozó professzor, vagy a professzorhoz tartozó növendék így helyesebb, azt tartott Aquinói Szent Tamás napján előadást. Én voltam az utolsó, aki még március 7-én ilyen dolgozatot olvasott föl nagy plénum előtt, mert utána már eltették februárra, vagy januárra Aquinói Szent Tamás ünnepét. Professzorom, Boda professzor tartotta az előadást, én pedig egy olyan címmel, hogy Szent Tamás, erkölcstana és a Szentírás. De hát akkor még nem volt számítógép, de még fénymásoló sem, úgyhogy egy példányba készítettem. És
egy papnak annyira megtetszett, hogy utána elkérte. Oda is adtam, hát ő utána váltig állította, hogy visszahozta és letette a portán, de én többet nem találkoztam ezzel a munkával. Úgyhogy én nem tudtam volna beadni semmiféle módon, bár később felhasználtam a hegyi beszéd történetéről. Erről ennyit ír ki személyességgel. Na most ő beadta, József Ratzinger, és hát első lett, summa cum laude. Tehát teljes dicsérettel kapta meg a doktori disszertáció az értékelést, és ez olyan neves disszertáció volt, hogy később is kiadták még, amikor már bíboros volt. Mert hiába, a zseni az zseni. Ugye, már fiatalon is tud úgy írni és fogalmazni, hogy annak maradandó értékei vannak. De ahhoz, hogy valaki Szent Ágostont így ismerje, azért búvárkodni kellett Szent Ágoston hatalmas életművében, ami hát óriási, hiszen 1030 művet, ilyen-olyan terjedelműt vagy prédikációt tartanak számon Szent Ágostontól. És hát a halála után egy Posidius nevű püspök, aki szomszédja volt, elkezdte rögtön gyűjteni, és egy indikuluszt, egy jegyzéket hozott össze, de maga Szent Ágoston is tudta azt, hogy azért nem akármit írt ő, kérte, hogy műveit őrizzék meg. Pont fordítottja volt Szent Tamásnak, mert amikor Szent Tamást egy hatalmas Isten élmény érte, akkor azt mondta, hogy amit ő addig írt, az mind szalma. Azt semmit nem ért. Tehát pillanat elég is. Mondta is, hogy égessék el. De hát voltak annyira bölcsek, hogy nem égették el, és így maradt meg a summa, amiről a múlt évben is hallhattunk. Na már most megírta ezt a művet, de hát nekünk is egy kicsit ki kell tekinteni Szent Ágoston munkásságára, mert így értjük meg, hogy kicsidaja is ő. És a pápa is, amikor nyilvános kihallgatást tartott, 16. Benedek pápa, több alkalommal foglalkozott Ágostonnal, hiszen mondta, hogy egy szenvedélyes egyházatja, akivel nagyon jó azonosulni, zseniális szellem, benne van a bölcsesség is, és mindig időszerű. És akkor pápaként is volt olyan nyilvános előadása, vagy megszólalása egy ilyen szerdai napon, amikor például Szent Ágoston műveiről tartott egy rövid kis összefoglalót. Ugyanis azért nagyjából sorba tudjuk venni a műveit, körülbelül 4000 prédikációt mondott Szent Ágoston, amiből 600 írásban is megvan. Volt, amit utólag írtak le, volt, amit talán ő vázlatolt, de volt, amit, hogy így mondjam, kapásból mondott el. Maradt utána még mindig 300 levél Szent Ágostontól, és még ma is találnak olyan műveket, amikről sejtésünk volt, de valójában nem volt a kezünkbe. És ő maga is csinált egy összegzést élete végén, méghozzá úgy, hogy megrostálta, hogy így mondjam, begyűjtötte a műveit. Ez volt a retractationis. Igazából szó szerint ez annyit jelent, hogy visszavonások, már olyat von vissza, amit nem tart értékesnek, de minden esetre fölülvizsgálta a műveit. És hát ő a teljes teológiával, filozófiával, szentírás magyarázattal foglalkozott. A Confessionist, amiből már olvastam föl egy rövidke szakaszt, a vallomásokat, azt ő maga is nagynak tartotta. Tehát amikor
élete végén elolvasta, akkor úgy rájött arra, hogy ez jó munka. Ezt mondta is, hogy ezt sikerült megírni. Valahogy olyan ez, mint ugye, vannak olyan írók, akiknek az életrajza a legnagyobb irodalmi teljesítménye. Hát gondoljunk itt egy Márayra, aki a Kassai Polgárokat megírta. Szerintem I. és Gyulának a legnagyobb műve a Puszták népe. Hogy leírja, hogy mit élt ő meg abba a cseléd világba. Vagy egy Szabó Dezső az Elsodort faluba, amikor leírja az első világháború. Tehát ő maga is érezte, hogy ez teli találat volt, mert olyan mű, ami megszólítja a mindenkori embert, hiszen rezonál, amit ő leír. És aztán arra a vádra, amit akkoron mondtak, amikor megtámadták Rómát, sőt 410-ben ki is rabolják is, hát akkor már keresztény világ volt, és az volt a vád, hogy na, ti vagytok uralmon keresztények, és mégis megtámadják Rómát, és a ti istenetek nem segít. Hát hogy van ez? Addig, ameddig a császárok voltak, akkor keményen oda csaptunk, amíg volt hadsereg, de hát most mi van? Mit tudtok ti erre mondani? És ő erre válaszol. És ír egy hatalmas ilyen történelem, filozófiai művet, de egy Civitate Dei, az Isten városáról. Ez 22 kisebb kötet. De abban minden van. Hát egyet elhoztam egy ilyen részletet a De Civitate Dei-ből, az Isten városából, és az egy valóban óriási munka, hiszen évekig írta. Abban benne van a kor filozófiája, a kor politikai eseményei, amit ő összevet a Szentírással. Fölteszi a kérdést, amit sokan föltettek már azóta, hogy van-e a történelemnek értelme egyáltalán? Vagy mi mozgatja a történelmet? Mi a helyes a történelemben? De valakik azt mondják, a történelemnek nincs értelme. Hiszen az a zsarnokságok, a háborúságoknak az egymás utániságja. És valahogy mindig úgy néz ki, hogy az ve victis, jaj a legyőzötteknek, mindig a hatalmasok dominálnak, és jaj azoknak, akik elnyomott népek. És azt mondja Szent Ágoston, valójában itt két szeretet ütközik a világban. Az Isten szeretet és az önszeretet. Na most az önszeretetet, ha kitágítjuk, azt lehet egy óriási nagy birodalomnak az önszeretete. Ezért mondja azt, hogy Magna Imperia, Magna Latrocinia. Nagy birodalom, nagy latorság. Tehát látjuk azt is, hogy ugye, mennyire igaza van, hogy van egy nagy hatalom, ami soha nem jóságos, ezt ne felejtsük el, mert Kányádi Sándort idézem, nincs jóságos nagyhatalom. Nem volt, nincs és nem is lesz. Na már most az mindig a maga érdekét akarja a nagyhatalom. Az önszeretet ki van szélesítve az egész világra, önzővé válik. De közben Istenről megfeledkeznek. És az Isten háttérbe szorul. A másik, amikor az Isten gondolata erőteljes, akkor az önszeretet háttérbe szorul. Ugyannyira, hogy még a szentek arra is képesek voltak, hogy megvetették önmagukat. És ugye onnakat mondtak, hogy hát én egy porszem, egy senki vagyok az Isten előtt. És ezért kell ezt jól értelmezni, amikor mondjuk a legnagyobb szentek is vádolják magukat, nem úgy értik, hogy azért ők a legnagyobb bűnösök, mert ők követték el a legtöbb gyilkosságot, nem azért, hanem Isten szentségihez mérik magukat, és azt mondják, hogy ha az a másik ember kapott volna ugyanannyi támogatást, kegyelmet, többre vitte volna. Különben én is lator lennék, mondja a némelyik szent, hogy engem nem úgy neveltek volna, nem olyan hatások érnek. Na már most, hát ez volt az Isten városa, nagy
monográfiája 22 kötetben, amiben elszórva találunk az egyházra vonatkozó részeket. Tehát ő ezt is alapul veszi Ratzinger, amikor innét kiemeli Szent Ágostonnak az Isten háza és Isten népe teológiáját. De erre még visszatérek. Aztán, ugye, arról is értekezik Szent Ágoston, hogy a mi legfőbb hittitkunk a Szent Háromságos Egyisten. Ez mindennek a forrása és mindennek a csúcsa. Erről még 15 kisebb könyvet írt. De ezt maga is úgy érezte sokszor, hogy ez már annyira elvont, hogy néha időnként abba hagyta, és azt mondja, most már szólok az egyszerűbb emberekhez, prédikálok nekik hitoktatásról, keresztény életről, mert ez nagyon elvont. Ugye ott a személyek, a relációk, a Szent Háromságos Egyistenről, valaki megkérdezhetne, hogy lehet 17-15 könyvecskét írni, mikor mi olyan nagyon sommásan azt mondjuk, hogy egy Istenben három személy van, Atya, Fiú, Szentlélek. És ő erről 15 könyvet ír. Na most, ugye ezt megírja, és hát ehhez fűződik az a sokat izézett legenda, hogy ült a tenger partján sétálgat, amikor egy gyerekre lesz figyelmes, és akkor ottan ilyen kagylóval meregeti a tenger vizét egy lukba. Mit csinálsz? Kérdezte. Szóba legyettek. Így volt-e vagy se, ezt pontosan nem tudjuk, bár leírja Szent Ágoston. De a gyerek előtte kérdezgette, hogy te mit csinálsz? Mondta, hogy én gondolkodok a Szent Háromságon. Hát ami meg mi is. A fejtegeti a gyereknek, hogy hogy egy és három, és így tovább. És a gyerek azt mondta a végén, én előbb kimeregetem a tenger vizét ebbe a kagylóba, ebbe a lukba, mint ahogy te ezt megfejtenéd. A misztérium, a titok. És miért van, ha megnézzük 16. Benedeknek a címerét, abban van egy bizonyos Jakab kagyló, van benne egy kagyló. Ugye újabban a zarándokoknak a szimbóluma a kagyló. Hogy mennek oda, hát a kagyló. Ugye az is fűződik egy Szent Jakabhoz kapcsolatos eseményhez, de benne van, mert ő azt mondja a pápa, hogy ő egyszerre zarándok, már azt az élet tapasztalatából is elmondhatta, hiszen apja csendőrként nagyon sok állomás helyén volt, meg hát egyébként is egy ilyen belső zarándoklatot ért meg mindig. A másik pedig, hogy ezen a zarándok úton fejtegeti a nagy misztériumot, az Isten titkát. És így van benne a címerében a kagyló is. Tehát a Szent Háromságról is írt. Aztán utána írta De Doctrina Christiana, keresztény tanításról. Lehetne azt mondani, hogy ez egy nagy hittankönyv. Mert írt olyat is, hogy mik a katekézisnek a módszerei. Erről is írt, ugye a De Catechizandi Rudibus, a hitoktatásnak az irányelvei. Erről is írt. Tehát ilyen pedagógiai, kateketikai művet, de az a mű, hogy a keresztény tanításról, az valójában egy eretnekségnek, a donatista eretnekségnek adott választ is tartalmazza. Az ókorban nagyon sok eretnekség volt. Volt olyan eretnekség, ami Isten létét, Jézus Krisztus kilétét tagadta, vagy nem helyesen fogalmazta meg. De volt olyan eretnekség, ami erkölcsi vonatkozású volt. Ilyen voltak a Donátus papnak a hívei. Akik azt mondták, hogy megromlott ez az egyház, az igazi tagok a tiszták, a katarok. Ez vissza-vissza tér
A történelemben majd még erről lesz szó. Visszatér, amit így fogalmaz meg egy mai ember, minek menjek templomba, hát oda olyan emberek járnak, és akkor mondja, hogy a szomszédja ilyen, olyan, meg amolyan, meg szidja, de hogy ő milyen, azt már nem kéri számon magán. Tehát elvárják azt, ugye, hogy na, az egyház tagjai azok aztán olyan szentek legyenek, hogy semmi bűnük ne legyen. Ezt mondták az észak-afrikai hívek nagy öntudattal, Donátus pap hívei, hogy mi vagyunk azok, akik valamit még őrzünk a krisztusi letéteményből. Mi vagyunk minden szempontból a jók. És ugye erre válaszol, és erre is majd még később is, Szent Ágoston, hogy azért ez nem így van. Ez a donatisták eretnekségére való válasz alkalmat biztosított Szent Ágostonnak, hogy kifejtse a keresztény tanítást. Aztán, hát ugye a hitoktatással kapcsolatosan, aztán a zsoltárokról is írt, amit nagyon szeretett, amikor már nagybeteg volt Szent Ágoston, nagybetűkkel leíratta, úgy látszik, nem jól látott, és kitetette a falra, és a nagy betegségében is a zsoltárokat imádkozta. Most ezek a művek alkotják annak az alapját, hogy Ratzinger teológus korában meg tudta írni Szent Ágoston tanítását Isten házáról és népéről, vagyis az egyházról. Ugyanis Jézus nem adott róla meghatározást. Azt mondta, hogy én rád építem egyházamat, mondja Péternek, és a pokol kapui nem vesznek előtt rajta. Megalapítja a szervezetét, kiválasztja az apostolokat. Ez már a struktúráknak a megalapozását jelenti. De ugyanakkor Jézus nem beszél arról, hogy pontosan mi is az egyház. Beszélt az Isten országáról, sok hasonlattal. De az Isten országa azért az lényegesen tágabb és szélesebb fogalom, mint maga az egyház. Kik tartoznak oda? Meg lehetne kérdezni. Na most, hát mi, amikor legalábbis az én korosztályom, meg annak előtte, amikor hittan tanultunk, akkor nagyon kis rövid definíciókat tridenti zsinat határozatai alapján elkészítettek a hittankönyvbe. A jó Hamvas Endre, későbbi kalocsai érsek, írt egy hittankönyv sorozatot abban az időben, és a pontosság kedvéért felolvasom, hogy mit tanítottak nyolcadikos gyerekeknek, többek közt az én korosztályomnak is. Mi az Anya Szent Egyház? Az Anya Szent Egyház az egész földön élő katolikus keresztények társasága, amelynek látható feje a pápa. Ki alapította az Anya Szent Egyházat? Az Anya Szent Egyházat Jézus Krisztus alapította. Mi véget alapította? A véget alapította, hogy az embereket tévedés nélkül tanítsa, hogy törvényeivel kormányozza, hogy kegyelem eszközeivel megszentelje. Ez nagyon egyszerű tanítás, hogy kit tett Jézus Krisztus az Anya Szent Egyház látható fejévé, Szent Péter apostol tette az Anya Szent Egyház látható fejévé, és ennek utóda a római pápa. Ezt tanították, tanultuk, és ez igaz is, de hát ez lényegében egy csontváz, illetve hát még bővítésre szorul. Már Szent Ágoston korában is, ahogy hallhattuk, a donatisták azt mondták, hogy hát csak az igazak, azok tartoznak az egyházhoz. Ő nem mondta Szent Ágoston, hogy
hogy az jó, hogy bűnös emberekből áll, csak mint tényt tudomásul vette. Föl is olvasok egy részt a Isten városa kis könyvéből, amikor azt mondja, hogy ezért a jelen gonoszkorban, ezeken a sanyorú napokon, amikor az egyház jelenbeli megaláztatásával készíti elő jövendő fölmagasztalását, amikor a félelem szorításában, a fájdalmak kínjaiban, a küzdelmek viszontagságaiban, kísértések és veszélyeiben edződik, amikor csak abban reményben örvendezik, hogy majd a valóságban is örvendezhet, ekkor tehát a jó közé sok gonosz is keveredik. Mindkettőt egybe gyűjtötte az evangélium varsája, és úgy úsznak egymás mellett a jelen világban, mint a tengeren befogva mindketten a hálóba, mindaddig, amíg el nem jutnak a partra, ahol az Úr szétválasztja a jókat és a rosszakat, s a jókban, mint egy önnön templomában, Isten lesz minden mindenben. Ezért felismerjük, hogy most teljesedik be szava, amelyet a Zsoltárban mondott, hirdettem őket és beszéltem róluk, szer felett megsokasodott a számuk. Ez történik most azóta, hogy először keresztelő János az előfutár ajka által, majd Jézus saját szavával is felszólított, térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Jézus tanítványokat választott, akiket apostoloknak is nevezett. Ezek alacsony származásúak voltak, dicstelenek és tanulatlanok. Hogy ami nagy volt bennük, az maga Jézus legyen általuk. És ami nagyot tettek, azt ő tegye általuk. Volt a tanítványok között egy gonosz, de ő ezt is rosszra is jó, ezt a rosszat is jóra használta. Általa töltötte be szenvedésének részleteit. Így példát is adott egyházának a bajok elviselésére. Miután elvetette az evangélium szent magvát, amennyire testi jelenlétében kellett tennie, szenvedett, meghalt és föltámadt. Szenvedésével mutatta meg, mit kell elviselnünk az igazságért, kivéve szent áldozatának mélységét, vagyis azt kivéve, hogy vérét ontotta a bűnök bocsánatára. Föltámadásával pedig, hogy mit kell remélnünk az örökké valóságban. Ezután 40 napig a földön tartózkodott tanítványaival, majd szemük láttára a mennybe ment, s újabb 10 nap után elküldte megígért szent lelket. A szent lélek eljövetelének legnagyobb és teljességgel szükséges jele az akkori hívőkön az volt, hogy az apostolok minden nép nyelvén szóltak, így jelezve az egyetemes egyház leendő egységét minden nép között, valamint azt, hogy az egyház minden nyelven meg fog szólalni. Hát, ugye itt leírja Szent Ágoston, hogy hogy is alakult ki az egyház, és hát abban, mint ahogy Jézus mondta, ott lesz a konkoly, és hát a hal hasonlatával pedig, hogy mindenféle halak lesznek ebben a gyülekezetben. És miután a reformátorok, nevezetesen Luther sokat olvasta Szent Ágostont. Aquinói Szent Tamást kevéssé ismerte, arról szó volt. Viszont Szent Ágoston sokat olvasta, neki kapóra jött ez a gondolat, amit véglegessé tett. Több ilyen, de inkább így fogalmaznék, hogy végletessé. Luther megtette ezt más esetekben is, amikor Szent Ágoston beszél a predestinációról, az előre rendelésről, aztán a hit és cselekedetek viszonyáról, de ezt már Luther eléggé, hogy így mondjam, radikalizálja. Calvin pedig ma azt is mondja, hogy Isten azt is akarja, hogy némelyek elkárhozzanak. Annyira a predestináció isteni voltát hangsúlyozta. Na most, amikor ezt olvassa Luther, és találkozik kora egyházával, amiben kár tagadni,
ténylegesen voltak nagy bűnök. Egyébként nem ezért robbant ki a reformáció, erről már szó volt, hiszen jóval korábban is voltak nagy bűnök, és a reformáció egyházaiban is megtalálható, hanem akkor ért oda az emberiség abba a fázisba, hogy ilyen egyénivé vált a hit, hogy Isten és én, és az ember került középpontba a humanizmussal, a reneszánsz, mint szellemi áramlattal. Tehát ez volt az igazi szellemi ok, az már csak utána kiváltó ok volt, hogy hát találkozott Luther kora egyházának a bűnével. Azt mondta Luther, hogy hát valójában két egyház van. Olyan, akik hivatalosan azok, akiket lehet látni, de valójában az egyház láthatatlan. Nem lehet pontosan tudni, kik tartoznak oda. A láthatatlan egyház. Mert a láthatókban vagy vannak igaz emberek, vagy nincsenek. És ez ugye megmaradt a reformáció egyházaiban, hogy nem lehetett olyan szervezeti egységeket venni, mint ami a katolikus egyházban volt, annál is inkább, mert a reformátoroknál nem volt hierarchia. Most újabban van, hogy nem csak lelkészek vannak, hanem püspökök is, hát újabban 1-200 éve használják már nem a szuperintendest, hanem püspököt, de ez a korabeli reformáció egyházaiban nem volt. Az egyetemes és általános papság alapján. Hát csak ki voltak bizonyos emberek emelve, akik a tanításra megbízást kaptak. Most ez a gondolat húzódott végig a katolikus egyház látható és szervezeti formát valló egyház tanításával. És hát nem sokkal a pápa, vagy akkor igazából még teológus József Ratzinger disszertációja előtt, mint egy 7-8 évvel, 12. Pius pápa kiadott egy körlevelet, méghozzá Jézus Krisztus misztikus testéről, ugye, a Corpus Christi misztikumról, ugye, és ez a körlevél meghatározza, vagy legalábbis megközelíti az egyháznak biblikus és kegyelmi megfogalmazását. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelére és a korintasiakhoz írt levelére utal. Ugyanis ott Szent Pál azt mondja, hogy hát az egyházban mindenkire szükség van, és egy római mesét vesz alapul Szent Pál, méghozzá Menénius Agrippájét, a mesét mindannyian ismerjük, hogy a test tagjai föllázadnak a gyomor ellen, hogy az nem csinál semmit, csak elnyeli a táplálékot, és azt mondják, hogy ne adjunk neki ennivalót, mert úgyis ő hiába való etetni a gyomrot. Nem adnak ennivalót a gyomornak, és az összes testrész megbetegedik. Ez volt az ókori tanmese. Ezt veszi alapul Szent Pál, hogy ilyen az egyház is. Hogy ott mindenkire szükség van. Tanítókra, prófétákra, szolgálattevők, mindenkire. Olyan, mint egy élő test. És ugye, hasonlítja, hogy ez nem más, mint Jézus Krisztus titokzatos teste. Tehát ő már testi valóságában, ahogy a nyilvános működése alatt élt, nincs itt köztünk. De köztünk van kegyelmével, köztünk van tanítói szavával, Szentírásban, köztünk van az Eukarisztiában, köztünk van az egyház szervezetében. És ez egy titokzatos test. Ehhez hasonlítja 12. Pius pápa az egyházat, és abban az időben, 43-ban nehéz idők jártak Európában, hiszen mindenki
ki tudja, hogy háború volt. És erre utal is a pápa, hogy olyan nehéz ezt ilyenkor megfogalmazni, amikor a magukat kereszténynek valló népek egymással háborúságban vannak. Hogy lehet itt beszélni Krisztus titokzatos testéről? De mégis van, mondja a pápa, és nekünk oda kell tartozni, és hát ő is valamiképpen különbséget tesz azok között, akik ténylegesen keresztények szívből, vagy pedig csak formailag. 12. Pius pápa apostoli körlevelében ugye azt mondja, hogy idézem, kik az egyház tagjai? Az egyház tagjai közé azonban valójában csak azokat kell számítanunk, akik az újjászületés fürdőjében, ez a keresztség, részesültek, s az igaz hitet vallják, és sem önként ki nem vonták magukat szánalmas bukással a test szervezetéből, sem a törvényes tekintély nem zárta ki őket, valamint súlyos vétkek miatt. Ugyanis, mondja az apostol, ez nem más, mint Szent Pál, mi mindnyájan egy lélekkel, egy testé keresztelkedtünk, akár zsidók, akár pogányok, akár szolgák, akár szabadok. Amint ugyanis a keresztények igazi közösségben, közösségében csak egy a test, egy a lélek, egy az Úr, egy keresztség van, úgy csak is egy hit lehet, ezért azt, aki az egyházra nem akar hallgatni, az Úr parancsa szerint pogánynak és vámosnak kell tartani. Éppen azért egy és ugyanazon testben és annak egy isteni lelkében nem élhetnek azok, kiket a hit vagy a kormányzó hatalom elválaszt. Ez már egyfajta közeledést mutat a reformáció egyházai iránt, de azért ez még nem teljes. Ugye a kormányzó hatalom az nem vonatkozik rájuk, hiszen ők nem fogadják el a római pápa és Szent Péter utódának a személyét. És mégis azt mondja, hogy ennek ellenére senki sincs, még a bűnösök sincsenek kizárva. Csak még nem jutott el 12. Pius sem arra a megfogalmazásra, amit aztán hát a Lumen Gentium, az egyházról szóló II. Vatikáni nagy konstitúció mondta, hogy hát egyszer van az Isten országa, abban benne van az egyház, biztos, hogy benne van, a maga jó és rossz tagjaival, és nem mondja azt, hogy nincsenek benne a protestánsok. De az igazi hozzátartozást azért továbbra is a Szent Péter fősége alatti hívek gyülekezetére mondja, hogy azok vannak meg igazán úgy, ahogy Jézus Krisztus akarta, hiszen ő egy egyházat akart. A mi egyház szavunkba beleérezzük az egy szót, de nem arra vonatkozik, az az üdvházra jelentkezik, de hogy Jézus egyetlen egyházat akart, az biztos. Hát imádkozott is az egységé. Úgyhogy a II. Vatikáni zsinat kinyitotta az egyházról szóló tanítást, de éppen József Ratzinger bíborosként kiadott egy protestánsok kedélyét, nagyon borzaló ilyen enciklikát, a Dominus Jézus, amiben azt állapította meg, amit a II. Vatikáni zsinat is mondta, hogy az egyház, ahogy mi katolikusok értelmezzük, szorosan véve katolikus egyházban áll fönn. Nem jelenti azt, hogy ők nincsenek az egyházhoz közel, de nincs meg minden benne, amit mi egyháznak mondunk. Az ortodoxoknál igen, mert teljes a szentségi rend. De
protestáns egyházakban ott például az a fajta eukarisztiai értelmezés, amit mi vallunk, nincs meg. Illetve hát papságra vonatkozó hittételük sincs meg se a püspökségre, úgy, ahogy mi tartjuk fönn, mert őnáluk az egy szolgálat, csupán, nem szentség. Na most, ugye, itt jön vissza a 16. Benedeknél, hogy azt az írást, amit ő akkor lefektetett, Isten háza és népe, azt neki nem kellett megtagadnia. Ugyanazt írta, és abban benne van az is, hogy kitartozik Isten népéhez, házához szorosan véve, és ki az, aki, hogy így mondjam, az egyházszerű közösségekben él. Ez volt a Dominus Jézus enciklika. Ez rettentő nagy ellenérzést váltott ki a protestáns testvérekből. Hát én akkoriban ennek úgy mondtam, tanúja voltam, hiszen meg vagyok bízva az ökumenével, de mondanom kellett, hogy nem mondott újat Ratzinger bíboros a itteni kongregációval élén. Hát elolvassuk a Lumen Gentiumot, abban is ez benne van. Csak nincs így kiegyezve, hogy a teljes egyház tagsághoz a mi meghatározásunk szerint hozzátartozik a szentségi rend és a hierarchia. Mert ha nem tartozik hozzá, akkor tényleg nem lehet azt mondani, hogy kit lehet pontosan oda tartozónak mondani. Mert bárki, aki mondjuk egy felház nevű gyülekezetet csinál, az is lehet egyház akkor, ugye? Na most, ez nagyon fontos volt akkoriban, és nagyon fontos most is. Ugye az idő eljárt, még majd visszatérek a disszertációjára 16. Benedeknek, mert még arról szót akarok ejteni az Isten háza népe kapcsán, és ő milyen egyház fölfogást vall. Ugyanis, hát ha csak belegondolunk abba, hogy későbbi írásaiban nagyon sok kis tanulmányt és megnyilatkozást mondott az egyházról, az egyház eredete lényege, az új szövetség tanúságtétele az egyház eredetéről, lényegéről, Jézus és az egyház, egyház önmegnevezése, mint eklézia, az egyház Krisztus teste, a páli egyházról, az egyház, mint Isten népe, az egyház, mint Szentlélek temploma, krisztológiai, tehát Krisztushoz kötött és a Szentlélek közkötött pneumatológiai értelmezés, a hit egyháziassága, a hit egyházi értelmezése, a hit, az egyház, mint a hit szubjektuma, az egyházi hit egysége és pluralitása, az egyházi hit, mint tanúságtétel az igazságról. Most, hogy van ez? Hát úgy, hogy az egyháznak igazat kell tanítania. Az a megint nagyon nehéz hittétel, amit mi a pápa tévedhetetlenségére mondunk, de az csak nagyon ritkán és nagy megszorításokkal hit és erkölcs dolgában megvan pontosan definiálva, határozva, hogy mikor mondhatja ki, az se jelenthet mást, mint hogy az egyház megmarad az igazságban. Mert mi egy olyan egyházban vagyunk, ami ma ezt a véleményt mondja, hónap meg azt, akkor az ember a mai relativizmusnak a diktatúrájában van. Neked is igazad van, neked is igazad van, de tulajdonképpen senkinek sincs igaza. Mi azt mondjuk, hogy az egyház megmarad az igazságban, és az igazságot tanítja. Hát így kapcsolódik az igazsághoz az egyház értelmezése. Itt persze nem természettudományos igazságról van szó, hanem az üdvösségre vezető igazságról. Mert azt mondja az a nagy határozott Lumen Gentium, hogy az egyház szentség olyan szentség, ami az üdvösségre
vezet el bennünket, ehhez adott eszköz Jézus Krisztus részéről. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.